Így van, Zoli bemutat minket. Na, inkább menj arrébb. Most viszont folytassuk a játék blokkot. Bocs, ki a vendéged? Marcelli Tamás, de most ezt minek kell elmondani egyfolytában? Ennyire büszke vagy a nevedre? Igen. Jó. Marcelli Tamás a mai vendégünk, és a Monkey Island harmadik epizódjával fogunk játszani. No, benn vagyunk már egyébként a játékban is, egy pár darab mentést le is szedtünk. És nagyjából, mondd el légy szíves még egyszer, hogy mi a keret története úgy nagyjából ennek a játéknak, csak hogy értsék a nézők is, hogy mi van. A harmadik részben szegény Tripudnak a barátnője, Ilén aranya változik egy átok hatására, és a mi feladatunk lesz megtörni ezt az átkot. És ehhez a feladathoz kalózkodnunk kell, és megoldani egy csomó vicces és humoros. Igen. Mindezt végül is a point and click stíluson és azonban is a kézzel rajzolt stíluson belül oldhatjuk meg. Itt van egy pár dolog, nem tudom mennyire látjátok majd a képen. Ja, így van, itt van a töltés menüpont végül is, és itt kiválasztjuk mondjuk a gitár menüpont alatt a kis dolgot. Na most a bal egérgombot lenyomva, ugye kiválaszthatunk egy-két dolgot, ez a kéz ugye, azzal cselekedni tudunk. Igen. Akkor a szemmel nézni, a papagáj fejjel pedig beszélni. Hát akkor azt most húzzuk le, és próbálkozzunk a banjo-val, ugye itt az a lényeg, még te mutatod meg nekem, hogy a banjo-zni kell majd az ellenféllel. Egy párbajozni kell a kalózra, hogy beálljon a legénységünkbe. Milyen párbajok vannak? Mert ugye ebben a játékban vannak különféle párbajok. Mik azok, amik így vannak még? Ezen kívül a banjo-záson kívül ugyebár. Lehet kalózni is majd, de itt se a penge tudás számít, hanem hogy mennyire tudunk érdekes és vicces bemondásokat mondani az ellenfeleinknek. Tehát azért végül is nem vették olyan mélyre, olyan komolyan ezeket a párbajokat se, tehát a kardozás, vagy akár a banjozás, vagy a pisztolypárbajnál se, hanem inkább ott is a poénra mentek rá. A humorra mentek rá, A humorra mentek rá, igen. Hoppá. Közben egyébként magyar nyelvű a mi Monkey Island-ünk, csak elrontottam itt a dolgokat. Ezután ugye le kell lőnünk majd ezt a, illetve nem őt, hanem a banjoját majd le kell lőnünk. Na, válaszunk itt egy nanát, kezdek belejönni, és akkor újra el lehet kezdeni ezt a banjozást. Na most itt az a lényeg, ugye, hogy minden egyes húrt le kell nyomni utána. Ugye meg kell egyezni, hogy melyiket nyomta le, és akkor utána kell ismételni. Most itt nem figyeltem, viszont negyedik húrt. Na. Tessék! Gitársúlyba leadjuk ezt a blokkot. Hát figyelj, mert legközelebbi alkalommal mindenképpen le fogjuk. No, inkább lépjünk ki egy F1-jel, és nyomjunk egy másik játék betöltését. Nézzük meg a kígyós jelenetet. Milyen helyszíneken mászkálhatunk még? Alapesetben a Millie Island nevű szigeten. Itt a őserdőbe kutakodhatunk, egy kisvárosban nézhetünk körül, és egy kalózok tanáján kell majd rajta ütnünk, hogy elfoglaljuk a hajójukat. És a legvégén, ha jól tudom, hoppit bekapott minket a kígyó, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye most itt a bendőbe kell kutakodni. Igen, és meg kell keresni a tárgyakat. Így van. Na most megint a szokásos menü eléréssel kutakodhatunk, porszívó tartozékok, hát a hihetetlen, hogy kígyó belsejében minket meg nem találunk. Nagy-nagy csomó minden. A magyarosításról mi a véleményed? Szerintem majdnem tökéletes a sikeredet. Kisebb helyesírás hibákon kívül tökéletes munka. Megnézhetjük a kígyófejét, vagy megmarkolhatjuk? Nem. Sajnos nem lehet megmarkolni a kígyófejét. Na, próbáljunk meg, nézzük meg még egy másik helyszínt, hát amíg itt találunk. Melyiket ajánlod? Második fejezet? Így van. Na, igen, itt már aranyjá változott. A végén, mi a vége a játék? Ugye végig kell menni ezeken a szigeteken, meg kell törni az átkot, és mi a vége? Ezt a lecsak, ez a titokzatos lecsak, aki ugye mindegyik epizódon keresztül megy, igen. Ugye mind a három epizódon, őt vele végül is el tudunk bánni, ugye? Végül le kell győzni. Uh-huh. És mi az, ahogy le lehet győzni? Vissza kell menni a Monkey Islandre, és ott egy vidám parkot létesített. Mármint az a lecsak, egy vidámparkot? Igen, lecsak, egy halál vidámparkot, hullámas úton, meg hasonló érdekes látnivalókkal. És rá kell omlasztani a barlangot, ott a bezáródik szegény a negyedik részig. Mellékszereplőkről mit tudsz elmondani? Melyik az, ami így mondjuk különleges szerepet kapott? Például a Murray a koponya, itt is látható. Igen, most a képernyőn majd látni fogjátok. Vele például lehet beszélgetni is, de ő túlságosan pont az a kicsi negatív szereplő, tehát nem úgy negatív, nem abban az értelemben, hanem olyan értelemben, hogy nem kap akkor a szerepet, pedig szeretne szerepelni. Van egy két érdekes és ranyos bemondása, megszólása. Uh-huh. És van még esetleg más olyan szereplő, aki még... A Voodoo Lady, aki minden részben megjelenik, őtől különféle jóslásokat tudhatunk meg a következő rész tartalmából, jóslókosságokat.
Van a Stan nevezetű házaló úriember, aki különféle dolgokat próbál rásózni hősünkre, hajótól kezdve a életbiztosításig. És ez a nagy-nagy poén halmaz végül is, ha lehet így mondani, ez mindegyik részben megtalálható. Persze. Volt. A negyedik részben is? A negyediken is. Mi már átment 3D-be ugyebár. Persze. Azt ajánlod azt a játékot, a negyedik epizódot? Szerintem az első három rész, ami úgy igazi munkál rendes, a negyedik részben már szegény Lucas Hassan nagyon kiégett. Uh-huh. Nem lett annyira jó, mint az eddigi részek. Igen, tehát aki az igazi vérbeli Monkey Island játékokkal akar játszani kalandjátékkal, inkább az első három epizódot talán. Abból is a harmadikat talán. Főleg kezdő játékosok. Cikket lehet találni? A jól tudom, a portálra hova is, adventuregames.hu, én azt ajánlom nektek, adventuregames.hu. Azon, ha jól tudom, van ugye cikket a Monkey Island-ről. Hogyha valakit érdekel, akkor mindenképpen nézzétek meg, olvassatok utána, és játszatok sokat ez a játékkal, szerintem nagyon megéri.